csodás ruhák, kiegészítők, ékszerek, vidám modellek, tehát a kifutón minden összeállt, kezdődjön az este, divat bemutató kicsit másképpen. Ma este kivételesen segítséget is kapok a műsorvezetésben, bemutathatom műsorvezető társamat, Tankovics Kittit. Kittit és az ő történetét én tegnap ismertem meg, és bátran mondhatom, hogy egy életvidám, örökké mosolygó, gyönyörű nő, egy fárasztó munkanapom után teljesen feltöltött energiával, és szerintem, akik most látják a színpadon, érzik ezt a sugárzást. Kitti az örök optimista, saját bevallása szerint kicsit naív lány, 28 éves, és 2011 márciusában diagnosztizálták nála a harmadik típusú gyomordaganatot. El kellett távolítani a gyomor 3/4-ét és körülötte lévő nyirokcsomókat. Ezután következett, ahogy mesélte nekem Kitti, 7 kemó, ami hihetetlen humorral, vidámsággal mesélt nekem. Az jutott eszembe, hogy néha a stand-up comedy-sok gyengében adják elő magukat, és ugyanígy kezelte Kitti a betegség folyamán ezt az egészet, a beavatkozásokat. Az utolsó kemoterápiás kezelés 2011. szeptember 13-án kapta, azóta boldog, egészséges, vidám, mosolyog, és mi sem bizonyítja jobban, hogy tele van életkedvel, hogy szeretné kipróbálni magát a műsorvezetésben is, ezért állít mellettem, hölgyeim és uraim, tehát Tankovics Kitti. Először Szabó Biancát várjuk a kifutóra. Tapsal biztosunk. Az aranyhíd 10. osztályos tanulója szeret úszni, zenét hallgatni, ha tehetik. Szabadban tölti az idején, de gyakran éjszakában nyúlva volna romantikus regényeket. Láthatunk rá egy kicsit. Ugye a Biancát szeretek romantikus regényeket, tehát egy romantikus bőrrel van rajta, ami a cukorkollekció egy alapvédelme, illetve egy tévészkorányra kapott gyönyörű élénkíros nadrág. Pillanatokon belül érkezik a színpadra Gergász Marcell, aki testvérével együtt érkezett, ő valami rendszer, később fogjuk majd látni. Marci 17 éves és feleszületek hallássérült. Az Aranyi Nevelési Oktatási Központban tanul, nagyon jó tanuló, imád hinni, talán cukrász lesz majd belőle. A fülében közül ő az átkozott kap egy jószínű vidám srác, aki a fotózást és a zene is érdekel. Neki is fontos, hogy mindig divatos és trendi legyen, mint ahogy ez a ruha, is az. Marcia, bévészre hazudnál viselsz, én csak annyit kérdezem, mikor megyünk a bévészre. Kertészné Barjas Réka és lányai, Csenge és Zita. Réka, az anyuka, olasz tanár, és minden idejét a lányok töltik ki. Csenge első osztályos az Vinniben, táncolni szeret és angolul tanulni. Zita pedig a gazdag első óviba jár, nagy csoportos, és nagyon szeretnek a lányok lovagolni, szeretik a lovakat, illetve a kutyusokat. Éppen egy team szabon mozgatók, hozzá egy team társát, amelyik a Márkollekciónak a példánya, illetve a lányokon tengerészünk a kutyusokat. Rózsa Júliát szólítom a színpadra, aki az Aranyhíd intézetben 10. osztályos tanuló, talán szövőnek szeretne majd tanulni a jövőben. Amit imád, az a zene. Imádja érzni ezeket a tehetségkutató versenyeket, a megaszták, a csillag születiket, és itt az összes dalat tudja kívülről. Valami, de érdekes hobbija van, képes lapokkal küld, a király minden tájáról van már. Júlia imádja a hippi stílust, és jól képviselem most is, egy visszafogott, romantikus felesége. Ismét egy fiatal ember, aki imád élni Barda Olivér a színpadon. 2000-ben egy cukorbetegség következtében vesztette el a látását, most a medbarban dolgozik, közben masszörködik. Ez a hobbija. Amit még szeret csinálni a kutyájával, fognak
különösebb nyári napokra, illetve kerti parkokhoz. Kiegészítőként pedig Márkózát láthatjuk. Érkezik Szakonyi Eszter. Ő is a Balanyhívban tanul víztövé, termesztés és számítógépek forradalmazítés tanult átvégzett. Most szövőtermékek és kerámia szakra jár. Gyengé látó ő is. Nagyon szeret számítógépezni, zenét hallgatni és öltözködni. Balanyi szívesen mond verseket, ma este hallani is fogjuk. És már érkezik is Takács Szandra, aki születése óta mozgáskorlátozott, szintén az Aranyhídban tanul szövőnek, már egy adatrögzítő szakot elvégzett. Nagyon vitát, szintén szeret lovagolni, és már egy nemzetközi versenyen egy szép eredmény kerülség, hatodik helyezés és számítógép előtt. Szandrának is nagyon szépen köszönjük! Egy tetsze 20 éves, akinek a betegsége beleszületett hallóideg rendellenességben jelenleg az Aranyhíd központban virágkötőnek tanul, hiszen kívülő érzéke van a virágkötéshez, ez meg nem csak a szakmára, hanem a hobbija is. Keze munkája számos virágkötő asztali és palibíz kicsit, asszalmal. Szereti az egészséges életet, a sportot, és zumba edzésekre jár, ahol a jó kedélye a lányokat teljesen elvarázsolja, nem véletlen. Azt hiszem, hogy most is föllépett ide a színpadra, egy törös öltözet fogadta, nem kicsit? Engem is teljesen elvarázsol. Köszönjük szépen! És akkor most egy pici szünetet tartunk, már itt a divat bemutató szempontjából, a Líra világába kalauzol minket Szakonyi Eszter, aki most szavarni fog. William Shakespeare motorkántal. Üst, gyűjtele, férjed, üstele, kő alatt itt 33 éjjel nyugodt idegállom. Legel össze utamékat, tegyen vissza a fazékat, szikra pattanót, a kis herceg munkájának szívével látni. Sajnálom, hogy Jezsák
rendvászott politikát látogunk, amelyet kiegészítettünk egy szörnyelvényel, amely tökéletesen minden napot. És hogyha már állból a színpadon, rögtön megérzi a fotózás kamerának, fotó, és az így természetben. Egy életvidám humoros emberrel ismerkedhetnek meg. Azt mondja, hogy kutyája nagyon sokan segítja a közlekedésben. Én is szeretném őket megzavarni. Mindjárt a nyelvparkban dolgozik. A szabad idejében kutyaiskolába járnak, kirándulnak a következő úgyszer éppen Romolc, és imádja nézni a sportközvetítéseket a tévében, és nagyon sokat rádiót hallgat. Valami igazi kiránduló ruhát látottuk arra. Gyönyörű hölgyet jelentetek fel, hölgyeim és uraim, Kocsi Vaskó Tíme a Kocsának, gyengén látó a HOVE ZRT-nél anyag nyilván tartó munkakörben dolgozik. Barátnővel jár szívesen szórakozni, moziba, életvidám színes egyéniség, kedvenc színe, bár ez most nem látszik, a rózsa szín. És a közösségben nagyon gyorsan megtalálja a kapcsolatot. Gyönyörű ruhálókat, gyönyörű mosolyt. Hallosi Barbarát várjuk a színpadra. Az Arany Ékban 5. osztályos. Amikor teheti, szeretett szabadban mozogni, labdázni. Nagyon eleven lány, aki imád játszani, főleg otthon az anyukájában társas játékozik a hallomozás. Szeretjük a legjobban, hogy büszkén mesélte Barbi, hogy anyukáját mindig megveri ebbe a társasjátékban. Ezek kívül táncol, és szereti a szép ruhákat, a ékszereket. Én már látok egy gyönyörű mosolyt ismét. Horváth Erika a színpadon. Az Alanyi intézetben, az általános iskolában 5. osztályos rajzol, szeret számítógépezni, nagyon szereti a tévében a meséket, mindig vidám mosolygós kislány. Van egy olyan mosoly, van egy olyan és egy nagyon lezzebb ruhában érkezik erről, majd kicsi mond el minden. Egy szép szőke lány, köszönhetünk Tóth Benátat! Születése óta gyengén látó, van egy ikertestvére is. Most a Szalánya Megpakászkének dolgozik jogi asszisztens részességével szeretném, hogy elhelyezkedni. Ha teheti, kirándul, színházba jár, moziba jár. Szeret múzeumokat látogatni. És mindig is érdekelt a modellkedés. Következik Szabó Bianka. Kedvelője, gyönyörű piros, fehér színű
táskával érkezett. Mit láthatunk egy olyan? Egy nagyon járvány, hogy miért azok nagyon érdekes vonalvezetési kamerát. Kocsis Tamás érkezik. És a megszerezett a fogyat már, amit meg. Nagyon nagy a kívül volt így. Várat pulóveres, kétsága, világszínű, kombinára. Képvisásai kérdát szeretnek róla. A modelleken én most itt természetes mosoly és örömözés csillogást látok. Talán a divatbemutatók nagy részén ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy hát egy picit hű az a mosoly, amit a modellek magukra öltenek a fárasztó munkába. De már megyünk is tovább, itt van Halmosi Barbara. Bocsánat, hát itt van Halmosi Barbara, meg ott, hát látom kérem, hogy esküvői páros következik, és a koszorús lány Gergász Marcell fog beállt a valamikert és csenget. Egy ruha akkor kell életbe, hogy azt nagyon jól tudják viselni,
Így van. Sőt, hogy figyel a közönségre is, a Gergács szívének érkeznek. Gergács Marci, Gergács Marcel és Gergács Bence. Gyermek, akik most a közönségnek jelenléssel fogják megköszönni, hogy eljöttek és támogatták a mai rendezvényt. Marketing és média szociális szövetkezettől Vas Szilárdot és Fortolányi Ági, valamint